Móra Ferenc! A csókai csata! Se eszer is e száma annak a sok szép könyvnek, amit a magyar szabadságharcról írtak? Tehát még a megíratlan történet mennyi, amit csak egyes vidékek szájhagyománya őrzött meg? Erdő az nem berek, tenger az nem patak. Vagy Legalább az lehetett, míg újabb zord idők el nem temették a 48-et meg a 49-et. Ezek közül a megíratlan hagyományok közül való a csókai csata is. Akkor hallottam, mikor még kerek volt a magyar világ. Aki mesélte, Farkas Szilárd, az én regényembe is belementett csókai papom már meghalt. De Kriszt Vlado, Vladó, szerb nemzetbeli szegény ember, aki meghitelesítette a történetet, még él, s tanul rá, hogy akármilyen hihetetlennek hangzik. Így volt, ahogy következik. A csókai csata különben történetnek olyan kicsike, amilyen kicsike falunak csóka. Oda át, Torontálban, a Tisza mentén gubbaszt ez a jámbor kis falu, aminek úgy tudom, a nagy változásokban sem változott meg a neve. Csöndes, békességes magyarok lakták 48-ban. Jó macskaugrás ugrás hozzá egy másik kis falu, Szanát. Azt meg csöndes, békességes szerbek lakták. Csókai magyaroknak, szanádi szerbeknek soha világ életükben semmi bajuk nem volt egymással. A szanádi asszonyok a csókai tiszára jártak le vízért, a csókai gyerekek pedig a szanádi füzesbe jártak át szedrezni. És mikor a fiatal magyar szabadságnak ellensége támadt, a járásbeli emberek mind a két faluból elmentek az egy hazát szolgálni. Akik meg otthon maradtak, azok szántogattak, vetegettek szép békességben, és amikor pihenőre tértek, igaz szívvel könyörögtek az Istenhez, hogy minél előbb vezérelje haza mindenkit a maga tűzhelyéhez. Mire azonban kalászok aranyát lengette a szél a búzamezőkön, nem volt, aki learassa őket. Az embereknek eszükbe se jutott a föld anya, aki kenyérrel fizeti meg a sebeket, amiket gyermekei ekével hasítanak rajta. Piacon, utca sarkon karéba verődtek az emberek, slángolt a szemük, égett az arcuk a haragtól. Na, a rácok az ellenséghez álltak. Rázták az öklüket a csókai magyarok. Mink vagyunk itthon, s ők akarnak kiirtani bennünket. No, az ám, ha hagynánk magunkat. Cudar világ lesz, súgták, búgták a szanádi szerbek ha magyarok földön futóvá akarnak tenni bennünket? Na az ám, ha hagynánk magunkat. A szanádi asszonyok nem jártak többé vízért a csókai tiszára, pedig nagyon forró volt a nyár. S a csókai gyerekek nem mentek többé szedrezni a szanádi füzesbe. Pedig a szeder sosem volt olyan nagy szemű, mint azon a nyáron mire a pittypalattyok legszebben szóltak a ringóvetésben. Csókán is, szanádon is leszették az emberek a padlás ablakból a kaszát. Ki is fenték élesre. De nem búzát aratni, hanem embert kaszálni. Verő fényes, áldott nyári délután volt, mikor a két falu megindult egymás ellen. Hát, a kis bicebócától el se búcsúzik kelmet. Törölgette könnyét a csókai bíróni, mikor az ura az oldalára kötözgette az Isten tudja, hol szerzett, rozsdás kardot. A kis bicebóca Mariska volt, virág szemű kislányuk a csókai bíróéknak. S búcsúzott volna is tőle az apja, de Ariskának egyszerre nyoma veszett. Százan százat se keresni. Elszélet az egész falu, de nem lelték se hírét, se hamvát. Öreg este lett, mire megint összeverődtek a népek, és akkorra beesteledett a csatának is. Hát, bizonyosan a rácok kezére került. Örökte kétségbe esetten a bíró. Na, ha nem most már az Isten legyen neki írgalmas! De hát a szanádiaknak sem volt álmuk azon az éjszakán, mert az ő bírójuk milicája is elveszett éppen a hadba indulás előtt. Ég nyelte -e, föld nyelte -e, nem találták sehol pedig minden tűvé tettek érte. Biztos, hogy a csókai magyarok csalták el. Forduljon el tőlük a csillagos ég! Törülgette verejtékes homlokát az apa, és egész éjszaka talpon állva leste, lehet -e már indulni kegyetlen hadba? Harmad hullajtó hajnalhasadásra már mind a két falu odakint volt a mezőkön. Még a kutyák sem maradtak otthon, ott sündörögtek a gazdáik körül, és meg sem tudták érteni, miért kapnak annyi rúgást. A piros hajnalsugarak vidáman táncoltak az éles kaszákon, a nádasokban kelepelő gólyák barátságosan kívántak egymásnak kedves egészségére az éjszakai nyugodalmat. Sajnali pirosság, gólya kelepelés, pittypalacs szó mind ezt mondott. Emberek, szeressétek egymást, mint ahogy a teremtő mindnyájatokat szeret. Az embereken azonban nem fogott a hajda szava. Kemény léptekkel marsoltak előre, s összehúzott szemöldökkel lesték, feketélik -e már előttük az ellenség? Éppen a határ dömtövébe értek össze. De nem is ők, hanem a csókai meg a szadádi kutyák és mikor az emberek már lekapták vállukról a kaszát, a szanádi bíró szűrébe is belekapott a botrikutya. A csókai bíró nadrágját is megrántotta a tisza kutya. Na, ha, na, ha, bíztatták előre a gazdáikat. A két haragos ember odalépkedett az árokpartra. vissza visszahökkent mind a kettő. Az árok fenekén, a lapulevelek alatt, ott aludt édesen Marika, meg Milica. A nagy hadikészülődésben elbódorogtak hazúról, aztán összetalálkoztak, és eltévedtek a vetések közt. Ahol az este rájuk borult, el is aludtak egymásra borulva, mint az oltáron az írott angyalok. Marika szanádi búzavirágokat szorongatott a csöpnyi tenérében. fekete hajában csókai pipacsok piroslottak. S mind a kettőnek maszatos arcoskáján káján harmad gyöngyök ragyogtak, amiket a tiszta kék ég hullajtott rájuk. A két apa szét akarta rángatni az alvó gyerekeket. Mind a kettő felnyitotta a szemét, s még összébb bújtak álmosan hunyorgó pilláikkal. Marika szólalt meg előbb. Elfintorította a bimbó száját, s rámutatott az apja kardjára. – Hogy nem, de csúnya nagy bicskája van édesapámnak! Hogyan tessen elhajítani? És a csókai bíró elhajította a rozsdáskardot. Menje, édesapám! Utánozta Milica is a pajtását. Minek hordozza a vállán azt a nagy botot? No, erre a szanhádi bíró is elhajította az öreg bordáit, és helyette marikát kapta az ölébe. A csókai bíró meg milicát ölelte magához, és egymás kezét fogva állt a két vezér a két sereg közé. No, de lett is erre olyan örömriadal, hogy a szanádi varjak, mint a csókai határba repültek tőle. A csókai csókák meg a szanádiba. Hát? Ilyen szép csata volt.